A tótfalusi Apró Krisztián több tűzoltókészüléket ellenőriztetett le. Fontosnak tartja a rendszeres szervizelést, ugyanis amennyiben a határban történik a tűzeset, akkor az oltókészülék használata jelenti a leggyorsabb megoldást. Én fontosnak tartom azért, hogy megelőzzük a tüzet, és ha néhány Isten baj van, akkor kéznél legyen a tűzoltókészülék. Tűzvédelmi előírás, hogy minden aratásban résztvevő mezőgazdasági gépnek rendelkeznie kell poroltókészülékkel, valamint fél évente ellenőriztetni kell a 20 évnél régebbi tűzoltókészülékeket. A poroltókészüléknek elsősorban a használati utasítása kell, hogy világosan olvasható legyen. Utána a por mennyiségének ellenőrzése, illetve az elsütő patronnak az ellenőrzése történik. A Magyar Kanizsai Községi Tűzoltó Szövetség minden évben, így idén is megszervezi azon mezőgazdasági gépek tűzvédelmi ellenőrzését, amelyek részt vesznek az aratásban. Ez június folyamán esedékes. Teljes tűzbiztonsági ellenőrzést elvégzünk a gépeken, tehát szikrafogót nézünk a járműveken, hogy van-e rajtuk ez az úgynevezett szikrafogó, amit a régebbi gépeken úgy kell ráhelyezni, az újabb gépeken már be van építve a kipufogókba, azért, hogy ne tudja magát a tarlót felgyújtani az adott mezőgazdasági gép. Akkor ellenőrzik azt is, hogy van-e rajta megfelelő nagyságú tűzoltókészülék, poroltókészülék. Ez attól függően, hogy mekkora a jármű és milyen kategóriájú, más nagyságú kell, hogy legyen rajta, valamint, hogy az adott készülék le van-e hitelesítve. A felsoroltak mellett szükséges, hogy az érintettek első segélycsomagot, lapátot és ásót is tartsanak a mezőgazdasági gépeken.